Dörögtek az ágyúk, szállt a füst, röpültek a nyilak, csattantak a kardok, szalmabála égett. Török csapatok szállták meg a kőszegi várat, de a helybeliek összefogásának hála ismét sikerült egy évre kiűzni a törököt a vasi városból. A legnagyobb lelkesedéssel várt és előkészített programról van szó. Úgy látszik és úgy állíthatjuk, hogy a seregeink abszolút felkészültek, a törökök a szokott győzelmi hévvel és lelkesedéssel, és hát reméljük, azt én még nem lőném le a poénokat, de talán lesz egy-két újdonság is. Egy kicsit olyan legenda rétegekhez is próbálunk nyúlni, amik eddig talán nem voltak annyira ismertek. 8. alkalommal rendezték meg az ostromnapokat Kőszegen, így emlékezve Jurisics Miklós és csapatának 1532-es hősies győzelmére. Idén is több ezren látogattak el a historikus fesztiválra, köztük sok szombathelyi érdeklődő is. Szombathelyre jöttünk, és elmegyünk most a várostromra. Most nagyjából ennyi, körbesételünk. Szombathelyről érkeztünk, most már nem először. Sokat gyerevézzük meg ezeket a kőszegi ostromnapokat, mert minden egyes alkalommal nagyon-nagyon jó családi kikapcsolódás a számunkra, a gyerekek nagyon élvezik, a korhű ruhák nagyon tetszenek nekik, és sok-sok finomság természetesen, amit itt lehet nekik venni. Míg a várban dúlt a harc, a főtéren sült a kolbász. Sokan nézelődtek a portékák között. Az ostromnapoknak állandó programja a vásár, a gyermekek legnagyobb örömére. Hát eddig megnéztem az ékszereket, meg a többi csodálatos dolgot, nagyon jók, tetszenek. A Félhold és Telihold című programsorozat augusztus végéig tart. A törökök elleni hősies győzelmet egy hónapon át ünneplik Kőszegen.